Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Január 3-a péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. 20 pontban foglalta össze programját dr. Dézsi Csaba András. A Fidesz-KDNP győri polgármester jelöltje kiemelte, kommunikatív városvezetés szeretne kialakítani, folyamatosan egyeztetve a társadalmi szervezetekkel, az egyesületekkel és a polgárokkal. Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendeztek Győrben újévi operett és musical gálát. A 2,5 óra alatt felcsendültek a legnagyobb operett slágerek és a legismertebb musical dalok az Audi Arénában. A Győrszó ZRT már a karácsonyi ünnepek előtt kijelölte a közterületi fenyőgyűjtőhelyeket. A gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest egy új helyszínnel bővült. 20 pontban foglalta össze programját a dr. Dézsi Csaba András. A Fidesz-KDNP győri polgármester jelöltje kiemelte, kommunikatív városvezetés szeretne kialakítani, folyamatosan egyeztetve a társadalmi szervezetekkel, az egyesületekkel és a polgárokkal. A sajtótájékoztatón elhangzott, legfontosabb az, hogy az itt élőkkel közösen erősödjön és fejlődjön Győr. A városi közgyűlésben jelentős többségben a Fidesz-KDNP képviselői dolgoznak. Ez jelenti a garanciát arra, hogy minden városrész tovább tudjon fejlődni, tette hozzá dr. Dézsi Csaba András. A győri közgyűlés mind a 15 Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője és a két győri országgyűlési képviselő is felsorakozott dr. Dézsi Csaba András polgármester jelölt mögött, aki a Városháza előtt ismertette 20 pontos programját. Az első pontom az volt, hogy kommunikatív városvezetést tervezek Győrben, ami arról szól, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy az eddig bezárt Városházát kinyissuk az emberek felé, és kommunikáljunk a győri emberekkel, győri civilekkel, különböző szakmai szervezetekkel, kamarákkal, egyesületekkel, és közösen határozzuk meg azt, hogy merre vezet az irány, ami minden győri számára megfelelő. Nyilvánvalóan, hogyha kibontjuk ezeket a pontokat, akkor egyik nagyon fontos kérdés a közlekedés, hiszen az elmúlt hetekben a buszokkal kapcsolatban nagyon komoly problémák merültek fel, azonban nyilván látjuk a megoldást is, hiszen hamarosan januárban már 17 új Mercedes autóbusz érkezik a városba, és ezt tovább kell majd fejleszteni. De a közlekedés egy nagyon-nagyon komplex módon kell áttekinteni, hiszen nagyon-nagyon sok autó van, kerékpáros van, gyalogos közlekedés, és át kell gondolni a kötött pályás közlekedésnek a lehetőségeit is. De alapvetően a gazdaságnak a stabilitásának a megőrzése rendkívül fontos, hiszen a gazdaság, hogyha stabil, arra lehet ráépíteni a jól működő szociális hálót, a jól működő sporttámogatási rendszert és mindenféle dolgot, amihez pénz kell, hiszen a különböző ágazatoknak a fenntartása az mind-mind pénz szükséges, ahhoz pedig az, hogy egy stabil gazdasági alap legyen Győrben, ami megvan, és ezt le is lehet rombolni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy Győr a következő években ne a háborúkról szóljon, ne a különböző párt csatározásokról, hanem megmaradjon annak a nyugodt, élhető, kényelmes városnak, amiben én is felnőttem, és amiben tovább is szeretnénk élni. A Modern Városok programnak köszönhetően számos fejlesztésre számíthatnak a győriek, megújuló színház, új koncertterem és élményfürdő. Nagyon fontos, hogy nem a levegőbe beszélek, hiszen már konkrét tervek vannak, például a győri élményfürdővel kapcsolatban már konkrét tervekkel rendelkezünk, és a Modern Városok program keretén belül erre kívánunk pénzt fordítani, illetőleg szerezni a kormánytól. Illetőleg a Richter termet, azt annak én álmodtam meg, mint a polgármester 20 évvel ezelőtt a győri filharmonikus zenekarnak, ami már kinőtte ezt a termet, több szempontból is, technikailag is, meg méretében is nagyobb az igény erre a fajta kulturális életre, és ezért egy koncerttermet is a tervbe vettünk, hogy megépítünk, de számos-számos más egyéb dolog van, ami a 20 pontban megtalálható. A sport életet is megpróbáljuk egy kicsit más alapokat is megmozgatva segíteni, hogy a gyerekek azok kicsit célzottabban tudjanak sportot választani, de a tömegsportokat is szeretnénk jobban fejleszteni, a püspökerdőt megóvni, például a nagyon fontos számra a környezetvédelem, hiszen alpolgármesterként még 20 évvel ezelőtt abban is részt vettem. Ez is egy nagyon komplex probléma. Nagyon
hogy alapvető, hogy ne kivágjuk a fákat, hanem telepítsünk inkább fákat a városba. De ugyanúgy hozzátartszik például a szelektív hulladékgyűjtés, amit annak idején volt szerencsém az egész városra kiterjedően az országban elsőként menedzselni, mint a polgármester. Ez a rendszer már elavult, nem változtattak rajta azóta se semmit, viszont elavult, mert tulajdonképpen illegális hulladéklerakóként működnek ezek a helyszínek. Azonban már ez is egy elindult program tulajdonképpen, hogy lecseréljük a teljes rendszert egy sokkal tisztábban kezelhető rendszerre, ami ezeket az illegális dolgokat nem teszi majd lehetővé. Dr. Dézsi Csaba András szeretné erősíteni a város szociális ellátó rendszerét, tovább javítva az idős emberek életminőségét. Célja az is, hogy a sürgősségi beteg ellátásnál csökkenjen a várakozási idő. A tervek között szerepel egy új korszerű mentőállomás létrehozása is. Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendeztek Győrben újévi operett és musical gálát. A Budapesti Operett Színház sztárjai és a Győri Filharmonikus Zenekar közös produkciója lenyűgözte a közönséget az Audi Arénában. A 2,5 óra alatt felcsendültek a legnagyobb operett slágerek és a legismertebb musical dalok. Az est folyamán felléptek a műfaj legnagyobb magyar sztárjai, többek között Oswald Marika, Dolhai Attila és Peller Károly. A győri filharmonikusokat Rácz Márton vezényelte. A Kék Duna keringővel indult az operett és musical gála, majd a szólisták is megjelentek a pezsgő dallal. A furtizás az álva, megnézett úgy imádta, a dac és a hat, és vényványt tud szolgált, a szőrök királyát, a tejhatal utáhát. Igány, igány, igány! A látványos nyitány után a közönséget dr. Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő köszöntötte, akinek régi álma teljesült azzal, hogy megrendezték Győrben az újévi operett gálát. Az operett az teljesen más. Az operett az a magyar pezsgő, melynek létezik osztrák változata is, de mégis inkább a világ Lehár Ferenc és Kálmán Imre hagyatékát, kiváló művészetét kedveli. A titkokat nem kell megfejteni, elég, hogyha szeretjük, büszkék vagyunk rá, a mi értekre sem kell választ adni, egyszerűen elég, hogyha átadjuk magunkat a zene okozta örömöknek, és élvezzük azt, amit ma hallunk. Örülök annak, hogy itt lehetünk, és nagyon köszönöm az Operettissima szervező cégnek, hogy elhozta ide hozzánk azokat a neves hazai operett és musical előadókat, akik kiváló slágereket önök és a világ minden korosztálya által jól ismert slágereket fogják előadni nekünk itt ma, és élvezhetjük ezeket a műveket. Én megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek nagyon kellemes estét kívánjak, nagyon boldog és egészséges új esztendőt, és sikereket ebben az évben, amit úgy szoktunk mondani, hogy 2020, vagyis 2020-ban. Ja! Cica, eszem azt a csöp, kiszállj, nélkületünk, hogy a szányunkat. Nem megyek egyedül oda, nem a csapel, nem így soha. A 2,5 óra alatt felcsendültek a legnagyobb operett slágerek és a legismertebb musical dalok. Az est folyamán felléptek a műfaj legnagyobb magyar sztárjai, többek között Oswald Marika, Dolhai Attila és Peller Károly. Az első győri újévi operett gála hangos közönségsikert aratott, így várhatóan lesz folytatása és jövője a nagyszabású rendezvénynek. Kiemelt figyelmet fordított az ünnepek alatt a rendre és a tisztaságra a Győr Szól ZRT. A folyamatos munka már az adventi időszak legelején elkezdődött, a munkatársak napi 16 órában voltak jelen a városban, és 100 darab plusz hulladékgyűjtőt is kihelyezett a szolgáltató. A szilveszteri mulatságokat követően elvégezték a belvárosi rendezvények helyszínein a szükséges takarítást, ez alatt több mint 30 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek össze.
Karácsonyi forgatag a belvárosban, rengetegen látogattak el a méltán népszerű Advent Győrben programsorozatra, melynek szerves része a karácsonyi vásár. A városban ilyenkor több százezren látogatnak el, hogy élvezzék az ünnepi pillanatokat. Ahhoz azonban, hogy minden zavartalanul és legfőképp tisztán, rendezetten menjen, elengedhetetlen a Győrszól tevékenysége. Az adventi, a karácsonyi, a két ünnep közt és az újévi időszakban a Győrszól ZRT úgy szervezte meg a köztisztasági feladatoknak az ellátását, hogy meg tudjunk felelni az általánosan elvárható köztisztasági igényeknek. Ez a nagyon komoly munka már az advent legelején kezdődött, amikortól is napi 16 órában voltak jelen a belvárosban, a sétáló utcákban, illetve a tereken a munkatársaink. Emellett 100 darab utcai hulladékgyűjtőt is kihelyeztünk pluszba a meglévő hulladékgyűjtők mellé, és a hatékonyság fokozása érdekében ebben az időszakban a Győrszól ZRT több seprőgépet is a belvárosba vezényelt. Ez pedig már a szilveszteri mulatság a belvárosban. Több ezren búcsúztatták az óévet és köszöntötték az új évet a város terein és utcáin. Természetesen a szolgáltató fő feladata volt, hogy ne maradjon kézzelfogható nyoma a népszerű mulatságnak. Az volt a fő célunk, hogy január 1-én mire ébrednek a város lakói, ugyancsak egy általánosan elfogadható köztisztasági állapotot tudjunk produkálni. Ennek megfelelően január 1-én kora hajnalban kezdődött a takarítás a belvárosban, a sétáló utcákban, a tereken, illetve a mulatságoknak a helyszínein. Ebben a munkában több mint 30 munkatársunk, ugyancsak több nagy teljesítményű seprőgépünk vett részt. Eldobált üvegek, műanyagok, szerpentinek voltak abban a mintegy 30 köbméter hulladékban, amit a belvárosból a munkatársak nagyon gyorsan, jól megszervező összetakarítottak, és tényleg mire ébredt a város lakossága, délelőtre sikerült megfelelő köztisztaságot produkálni. A belváros mellett természetesen a lakótelepeken is ünnepeltek az emberek. Ezen városi zöld területeken eldobált hulladékok összegyűjtésére az ünnep után is nagy figyelmet fordít a Győrszól ZRT. A Győrszól ZRT már a karácsonyi ünnepek előtt kijelölte a közterületi fenyőgyűjtőhelyeket. A gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest egy új helyszínnel bővült, így összesen 103 fenyőgyűjtő depó üzemel Győrben. Aki tehát szeretne megszabadulni a karácsonyfájától, az kultúrált módon megteheti, csupán annyi a feladata, hogy a fát minden dísztől és szeméttől megszabadítja. Érkezik a Győrszól kis teherautója. A Kálvária utca fenyőgyűjtő helye ugyanis megtelt, így a szakemberek elszállítják a közelmúltban szebb napokat látott ünnepi díszt. A gyűjtőhelyeken bárki elhelyezheti a lecsupaszított karácsonyfáját. Munkatársaink már az ünnepek előtti napokban kijelölték azt a 103 közterületi fenyőgyűjtőhelyet, ahova térítésmentesen lehet elhelyezni a kidobott karácsonyfákat. Idén is bővült az igényeknek megfelelően a fenyőgyűjtőhelyek listája. Mérföldcsónakon a 3-as határút 20 házszám melletti zöld területen található egy gyűjtőhely. Ezeknek a gyűjtőhelyeknek a pontos listája, amelyek egyébként városrészekre is le vannak bontva, megtalálhatók a www.gyorszol.hu weboldalon. Aki tehát szeretne megszabadulni a karácsonyfájától, annak nem kell alternatív megoldásokon törnie a fejét. Város szerte 103 helyen van lehetősége kultúrált módon megválni tőle. Csupán egy fontos dologra kell odafigyelnie. Nagyon fontos kérés a közszolgáltatónak, hogy aki fenyőfát hoz le a kijelölt gyűjtőhelyekre, akkor lehetőség szerint a díszeket, a karácsonyfa talpat, égősorokat, a szaloncukros papírokat lehetőség szerint mindenki szedje le. Ezt pedig azért kérjük, mert ezt a nagy mennyiségű zöld hulladékot a Győrszól ZRT újra hasznosítja, és a komposztálás során ezek testidegen anyagnak minősülnek. Ezért is fontos, hogy a dekorációt mindenki szedje le a fenyőfákról. A kijelölt helyeket egészen január 31-ig lehet használni, eddig dobhatják ide a teljesen lecsupaszított fenyőfákat a győriek. A fenyőgyűjtő helyekre az első fenyőfák közvetlenül az ünnepek utáni napokban érkeztek, aztán a fenyőfáknak több mint fele vízkeresztkor érkezik a gyűjtőhelyekre, a maradék fél rész pedig eloszlik január 31-ig. Eddig üzemelnek egyébként a közterületi fenyőgyűjtőhelyek, ezután pedig a győri hulladékudvarokban van lehetőség a fenyőfák elhelyezésére. A családi házas övezetben, illetve ahol van barna fedeles biokuka, ott a karácsonyfák a díszek nélkül elhelyezhetőek a barna fedeles biokukába. A hulladékudvarok január 31-e után is a győriek rendelkezésére állnak, ide is érkezhetnek a dísz és talp nélküli fenyők. Aki ezt a szolgáltatást venné igénybe, az lakcímkártyát és szemétdíjszámlát vigyen magával.
A következő évtizedek egyik legkegyetlenebb betegségéről, az Alzheimer-korról készített dokumentumfilmet Kollár István. A győri újságíró rendező alkotása három családon keresztül mutatja be a kort, amelyet az egészségügyi szakemberek csendes gyilkosnak is neveznek. A 63 perces produkció témája nem csak Magyarországon, egész Európában egyedi, mert szinte alig készült film az Alzheimerről. És mikor mondta, hogy tündérkém, én teljesen elhűlök, mi lesz velem, és akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár. Kollár István győri újságíró, filmrendező már több mint egy éve határozta el, hogy filmet készít a kegyetlen betegségről, amely családokat szakít szét és embereket emészt fel. Ahogy elkezdett foglalkozni a témával, rájött arra, hogy itt nem csupán egy betegségről van szó. A film bemutatóban egy mondatot írtam ki, hogy egy film akart ez lenni, de valami több lett belőle. És való igaz, hogy egy párt szerettem volna bemutatni, akiben a férje Alzheimerrel küzd, és akkor elkezdtem kutakodni a betegség után. És rájöttem, hogy egyrészt Magyarországon nagyon kevés szó esik róla, másrészt haláliesztő adatokat találtam róla, hogy nő a számuk, hogy mennyire nem tudják, hogy mi ez a betegség, hogy ez 10-20 éven belül ez az emberiségnek egy őrült nagy problémája lesz az Alzheimer-kor, mert hogy nem tudják, hogy mitől van, a számok pedig duplázódnak pár év alatt, tehát hogy lassan három ember közül egy beteg lesz, és egy második meg ápolja, és egy harmadik meg eltartja ezt a kettőt, tehát hogy 2050 körül ez egy komoly probléma lesz, és szerintem a 24. órában vagyunk, hogy erről beszéljünk, mert más nem tudunk tenni sajnos, mert se gyógyszer, se módszer egyelőre, de legalább beszéljünk róla, mert Magyarországon több százezer ember minden napját ez a kor teszi ki jelenleg. Az évszázadék legnagyobb problémáját jelenti. Összekapcsoltam a két hámot, engem meg őt, és átemeltem a székre, úgy, illetve át az ülésre a kocsiba. Mindenhova elvittem a világon. A film a héten elkészült, összeállt a végleges változat, amely 65 perces lett. Nem is teljes igazából dokumentumfilm, hanem valahol a dokumentum és az ismeretterjesztő film között van. Szóval mindenről a betegségről, amit eddig tudunk róla. Voltam Szegeden, hogy hogyan és miképp kutatják, hol tart most a gyógyszerkutatás, hol tart most a neurobiológia. Voltam kint Franciaországban, hogy meglássam ott a szociális mintát, ahol jól működik, bemutatom a magyar szociális dolgokat. Három család történetét végig tudjuk követni, sajnos már csak egyikük él a főszereplőink közül. Tehát teljes egészében minden szegmensét, a diagnosztikától a lefolyásáig mindent bemutat a film, mindenbe egy picit belekap, mert hát az idő az ennyit enged meg, mindegyikről szerintem külön-külön lehetne egy filmet készíteni. Magyarországon és Európában is egyedülálló a dokumentumfilm, mégsem kapott semmilyen támogatást, ennek ellenére Kollár Istvánnak sikerült a produkció anyagi hátterét is megteremtenie. Semmiféle támogatást nem kaptam rá, tehát ez abszolút, ahogy szoktam mondani, a farzsebből kihúzott 5000-esek és 10000-esek és 20000-esekből készült. Ugyanígy a forgalmazása is egyelőre nekem egy nagyon távol és homályos pont. Most lesz január 20-án egy premier Budapesten, egy moziban, ahol a sajtó munkatársait várom, és nagyon bízom benne, hogy elindul a híre a filmnek gyakorlatilag, és ezzel majd egy tévé vagy egy csatorna azt mondja, hogy ezt felkarolja, ezt a történetet, és lejátsz. Az én célom, hogy minél több ember ez eljusson nyilván. Az Alzheimer című dokumentumfilmmel, a Hello György című műsorunkban a közeljövőben még részletesebben foglalkozunk. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb január 6-án, hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.